Hello mindenki! Lebegő tárgyak fotózásának egyik módszerét mutatom be, illetve hát lebegő tárgyak olyan nem létezik, kivéve a helikopter meg a kolibri, de Szóval a lényeg, hogy ezt megoldhatjuk akár ilyen nagyon sok photoshopos utómunkával, hogy külön lefotózgatjuk a tárgyakat, és aztán oda tesszük őket a levegőbe, aztán kézzel is fogdoshatjuk a tárgyakat, aztán pedig photoshop eltávolítjuk a kezünket, aztán pedig uh, damilt, vagy valamilyen szállat használva felfüggeszthetjük őket, már ha az kibírja azt az adott tárgyat, és aztán Photoshoppal eltávolíthatjuk a cérnát, mindennek a vége a Photoshop, ennek is az lesz a vége, vagy pedig használhatunk egy üveglapot, amire rátesszük az úgynevezett lebegő tárgyat. De hát ebben az esetben ez ugye egy hulló tárgy lesz, mert szeretném ide a kezem is nem oda montázsolni, majd ott lesz, Szóval szeretném a kezem is ide, mint hogyha egy elejtettem volna ezt a gépet, és így hullana éppen lefelé, csak a levegőbe pont elkaptuk ebben a pillanatban. És hogy erre rásegítsünk, és ne kelljen a gépet ötvenszer lejteni, hogy hát ha elkapjuk azt a jó pillanatot, meg nyugton is maradjon, erre használunk egy szép üveglapot, amit két kis kitámasztással egy picit sréhen helyeztem el, hogy még természetesebb legyen, mint hogyha nem Pont vízszintesen hullana az a dolog, hanem kicsit úgy forogna már a levegőben. Szóval két kis dobozka, az egyik kisebb, mint a másik, tartja ezt az apró kis üveglapot. Ami üveglap egyébként nem olyan nagy megfejtés, egy szimpla képkeretből vettem ki, ezzel azért kell vigyázni, mert hát nem túlságosan vastag, ez csak azért, hogy a képkeretnek legyen valami kis üvegvédelme, nem azért, hogy tárgyakat tegyünk rá, úgyhogy nagyon könnyen el tudjátok repeszteni, de például ez lehet az egyik megoldás arra, hogyha valami nem túl nehéz tárgyat akartok így megtartani. Nyilvánvalóan ennek is fotosok utómunka vége, ahogy már említettem, hiszen az üveget majd el kell távolítanunk. És aztán ezeken kívül mindenféle kis apróságokkal feldobhatjuk az egész milliót, tehát például ide tettem egy objektívet, hogy legyen valami alja is az egésznek. Nyilvánvalóan mindenképpen legyen valami alja az egésznek, tehát szükségünk van egy alátámasztásra. Ez egy sötét, sötét szürkének mondanám inkább fekete fotokarton, egyszerűen egy kis asztaltára helyezve, nagyjából fél méterre mögötte pedig egy szimpla fehér szövet háttér van, feszített szövet háttér. A világításunk pedig egy 80x80-as softbox, alakja teljesen mindegy, klasszikus tárfotó világítással felülről fogjuk megvilágítani, leginkább ez adja a főfényt, amit még kiegészítünk egy kis derítő felülettel, ami derítő felület itt van ezen a kis karon, és ez egy ez egy ilyen mini kis diffúzor, a másik felét fogjuk használni, ami ezüst színű. ezt egy picit úgy, hogy ez a innen érkező fény még érje ezt a felületét, de azért ne nagyon takarjon be, ide helyezzük. Hát úgy valahogy, valahogy így. Egy picit innen alulról még, mert ugye a fényt azt jobbára csak innen kapja, ezt a szobboxot egy picit hátrafelé fordítottam, tehát inkább arra felé néz befelé, hogy a fehér hátteret jól kivilágítsa, de azért még valamennyi érje a nyilván a fő témánkat is. Ebből a fényből pedig, ami még érít a fő témát, visszaveri ez a diffúzor, egy kicsit ide a fő téma elejére. Diffúzor felét, ez egy derítőlap. Ugye egy 200 watt sekundumos kisvakú, vagy hát valahol a kisvakú és a stúdióvakú közötti vaku dolgozik itt most nálunk, negyed fényerején, amit egy rádiós kioldó fog vezérelni, ugye a fényképezőgép elkattintásának a pillanatában. A fényképezőgép egy full frame gép, 100 mm-es makroobjektívvel az elején, igazából ilyen 50 és 100 mm között vagy körül nagyjából bármilyen objektív megteszi, tehát egy, akár egy sima kis 50-essel is tudtok működni. Ja igen, a beállításaimat meg majdnem elfelejtettem. 8-ra állítottam a rekesz értéket. 200 másodperc a záridő, hogyha esetleg remegne az öreg kezem, akkor az ne nagyon látszódjon a képen, de amúgy állíthatjátok hosszabb záridőre is, hogyha nincs elég fényetek. Illetve izoszázon van az érzékenység. Akkor nézzük meg, hogy hogy működik ez. Két másodperces időzítőre állítottam. Itt meg kiégek már közel a lámpákhoz, de nem az a lényeg. Szóval így ejtjük a gépet valahogy, nem tudom, hogy hogy természetes, ellazítjuk az ujjunkat, nagyon-nagyon fontos, És már itt is vagyunk a Photoshopban, jobban mondva a kamera ra pluginjében, ahol utómunkázhatjuk ezt a képet, ami jobbára az üveglap eltávolításából fog állni. De hát azért előtte még néhány kisebb simítás nem árt, azzal kapcsolatban, hogy a kéz eléggé kontrasztos nekem. Szóval kijelöltetem csak ezt a területet, mégpedig itt az Objects kijelölt tehát így nagyjából átfestegetjük ezt a részt, így is van, remélve, hogy egészen pontosan ki fogja jelölni, és egészen pontosan ki is jelölte. Azon kívül még csinálunk egy másik kijelölést is, ami a fényképezőgépet, objektívet érinti, ez pedig csak egy sima subject, vagyis a fő téma kijelölés lesz. Ez is nagyjából sikerült, ezt a világos területet, tehát itt a kezet el kell távolítanunk, meg itt az üveglapnak a szélét is belőle, ami nagyon egyszerű, itt a subtract-tel, egy brush, vagyis egy sima ecsettel, aminek nagyjából ezek az értékei szépen feketére kifesthetjük, vagyis eltüntethetjük a kijelölésből ezeket a részeket. Hát ott egy kicsit beleértem, nem olyan nagy probléma illetve a fényképezőgép és objektíven kívül még majd a hátteret is kiszeretném jelöltetni, ami pont ennek az ellenkezője, itt a duplikéten invert mask el. szépen duplázzuk ezt a kijelölést, és invertáljuk, vagyis most már csak a háttér van kijelölve, és ebből nekem itt az alsó rész, amire esetleg még szükségem lehet, tehát itt választok egy intersect mask vid, és egy átmenettel fogjuk ezt a maszkot megoldani. Szóval nézzük a kezet. A kéznél lehúznám a kontrasztot, lehúznám a highlights-ot, hogy annyira ne látszódjanak ezek a csúcsfények. Így is van, egy picit melegebbé vesszük a színeket, lehet, hogy majd a szaturáción vissza kell húzni, de itt egy kicsit lejjebb vesszük a textúrát és a clarity-t. És aztán a szaturációval lehet játszani. Valami ilyesmi. Aztán nézzük a fényképezőgépet objektívet, bár használtam derítést, de például ide elég kevés jutott, egy kicsit még finomítunk rajtuk. Szóval kiválasztom őket, mint kijelölt területet, és itt ez nem is kell, egy kicsit lejjebb veszem a kontrasztot, feljebb az árnyékokat, és adunk még a feketékre kontraszt nyugodtan mehet lejjebb, és itt is játszhatunk még hozzá, szerintem a dihézzel. Így is van, és a expozícióval állítom be úgy nagyjából, szóval ebből lett valami ilyesmi, sokkal jobban látszanak a részletei. Egyelőre ennyi, és ide szeretnék még egy pici kis fényt csempészni, valamennyire látszanak azért ott a részletek, de azért nem árt, úgyhogy még egy kijelölés, ami egy sima ilyen krumpli kijelölés lesz, vagyis a Radial Gradient, amit így szépen ide teszünk, erre a részre, később még arrébb lehet mozgatni, hogyha nem az igazi, és itt egy kis Shadows emelés, vagyis az árnyékokból emelünk ki, annyira ne érjen ki oda. A környezeten nem akarunk feljebb húzni világosságba, hát teljesen nem akarom kihúzni, mert nem az a figyelmünket megfogó részlet. Csak hogy ott legyen azért mégis benne részlet. Ennyi. Az alsó résznek a sötétségét pedig ezzel állíthatjuk be. Lehet, hogy csak a feketéken kéne húznom. Nem az egész expozíción. A fehérek mehetnek pluszba. Hogy úgy nagyjából az eredeti színe látszódjon az ajnak. Tehát az a, az a sötétes szürke ne pedig ilyen, ilyen középszürke. Megnyitjuk ezt a képet az Open parancsal a Photoshopban, és ha ez megvan, ki kell jelöltetnem a gépet, szerintem, aztán megfordítom a kijelölést, és kiveszem, és közös halmaz, halmazzal kiveszem ezt a területet. Szóval egy objektum kijelölővel, tehát az Object selection túllal, szépen így körbe kanyarítjuk, csak olyan nagy vonalakban, azt a területet, amit ki szeretnénk jelöltetni, hogy itt keressen fő témát, és remélhetőleg a gépet fogja megtalálni egészen pontosan. És ha megfordítom ezt a kijelölést, vagyis már nem a gép, hanem minden rajta kívül eső lesz kijelölve, és most, hogy itt tartunk, közös halmazt választva, de nem ezzel az eszközzel, hanem a fölötte lévő sima kézi lasszó eszközzel, és egy közös halmaz kijelöltetjük úgy nagyjából ezt a területet, de legyen egy átmenete, méghozzá itt a fedőrel beállítva, ami legyen 20 pixeles. Erre azért van szükség, mert hogyha jobban megfigyelitek, akkor a háttér bár egyöntetűnek látszik, de nem teljesen az, a teteje az jóval világosabb, ugye itt érte jobban a fény nyilván, mint az alja. Az egy kicsit sötétebb szürke. Tehát, hogyha én ezt egy színnel tölteném ki, és akkor így eltüntetném nyilván ezt az üveglapot, meg a tükröződést, akkor az látszana itt az éleknél, a széleknél. Most is fog látszani a széleknél még hozzá itt, de hát azt majd kitöröljük, az már semmi. Szóval éppen ezért egy átmenettel kell ezt megoldani, mégpedig úgy, hogy kiválasztom az átmenetes eszközt, tehát a Gradient eszközt, ami egy sima, egy irányba futó átmenet legyen, és beállítjuk egyik színnek, mondjuk ezt az alsó, sötétebb szürkét, vagy valamivel sötétebb szürkét, a másik színnek pedig megcserélve a kettőt, ezt a felső, világosabb szürkét. Kb. innen. Oké. Okay. És ezt pont fordítva kellett volna csinálnom, tehát innen húzva, így valahogy egészen oké. Okay. Még lehet a dőlés szögével játszani, így látjátok például, hogy ott nem stimmelne. De így egészen hihető. Ahogy mondtam, ugye itt a két oldalán van egy kis probléma, de hát azt mindjárt ki fogjuk szedni, semmi gond. Meg is vagyunk vele. Ja, igen, volt még itt egy kis probléma, mégpedig az, hogy ott látszik a, a kis alátámasztásunk. Hát erre nem számítottam. <laughs> egy egyes fedörrel, hogy ne legyen túlságosan éles és egy uh, poligonális lasszó eszközzel kijelöltetjük itt ezt a területet. Oké, okay. uh, mondjuk mintát veszek ebből a színből, nem tökéletesen fehér, és egy sima ecsettel ott azt kivesszük a Nem tudom, miért csak 50%, de így már sikerülni fog. Így is van. Aztán jöhet a végső simítás, méghozzá itt egy sima spot healing brush túl, aminek beállítjuk a méretét, és innen eltüntetjük ezt a területet, meg eltüntetjük ezt a területet, ott volt egy kis, az átmenet miatt egy kis belógás, illetve egy kicsit kisebbre véve eltüntethetjük a porszemeket, a zavaró dolgokat, itt vannak kis porfoltok vagy szöszök az alsó területeken, esetleg az objektíven, és így tovább, és így tovább, de ezzel már nem nagyon akarlak untatni benneteket. Hát esetleg még annyit lehetne megcsinálni, hogy látszódjon, hogy mintha zuhanna a gép, és egy ilyen mozgási elmosódás lenne itt. Szóval itt a réteg palettán mindent egyesítünk először is egy közös rétegbe, és csinálunk ebből egy másolati réteget. Ezen a másolati rétegen a filter blur és motion blur parancsot választom ki. Íme itt van. És ugye a gép, ahogy zuhant, nagyjából azt az irányt kiválasztva, hát az nagyjából ez, tehát 90 fokos, állítunk egy ilyen szép elmosódást, így is van, oké. Okay. Ezen a rétegen bekapcsolok egy fordított rétegmaszkot, az úgy működik, hogy ha az alt gombot nyomom, majd pedig ezt az ikont, majdnem ezt mutattam, szóval ezt az ikont, íme itt van, hát ez egy egyszerű fekete rétegmaszk, vagyis most semmi nem látszik ezen a rétegen, de hogyha elkezdem felfedni, mégpedig egy olyan ecsettel, aminek az opacity nem kell, hogy 100% legyen, hanem mondjuk csak 50%-ban fedje fel, 50%-ban látszódjon ez az, ez az elmosódás. Csak ide szeretném, nyilván a kéz az nem fog elmosódni, az objektív nem fog elmosódni, a háttér nem, mert azok nem mozogtak. A gép sem mozgott eredetileg, csak szeretném ezt az illúziót, vagy valami közelít hozzá. A flow megmaradhat ilyen 30% környéki, és elkezdjük itt festegetni a gép tetejénél ezt a kis elmosódást, elhúzást, esetleg ezeken a világosabb területein is az alján nem kell már. Tehát nem mind a két irányba, ahogy elhúzza ez az effekt, hanem csak az egyik irányba. Mozdul be. mit hogyha így zuhanna. Hát valami ilyesmi, ha esetleg még erősnek találod, akkor itt az Opacity-nél még jobban lehet finomítani ezen az 50%-on, ami eredetileg be lett állítva. Például még 50%-kal, és egy picit látszik csak egy ilyen mozgási elmosódás most már nem is lebek, hanem zuhan a gépünk. És ennyi volt a videó, köszönöm szépen! Hogy megnéztétek, hát remélem, hogy tetszett. Ha így van, akkor ne felejtsetek el egy lájkot like nyomni, illetve feliratkozni a csatornámra, hogyha ezt még eddig nem tettétek meg. És nagyon nagy köszönetem mindazoknak, akik támogatják a csatornát, például a Patreonon keresztül, a Patreonos jó arcok neve éppen itt látható a képernyőn, illetve úgy is támogathatjátok, hogy nem csak feliratkoztok a csatornára, hanem tagként csatlakoztok ehhez a csatornához. Ennek a módját is megtaláljátok lentebb. És ha valaki ilyen, ehhez hasonló, vagy még mélyebb photoshopos tartalmakra, esetleg más képszerkesztő és fotós tartalmakra kíváncsi, akkor ajánlom a figyelmébe a prémium videóimat, amit a leírásban található linken elérhettek. Szép fényeket nektek! Sziasztok!